Az Árpádház 14 szentet adott az egyháznak, közülük csak hárman férfiak, Szent István, Szent Imre és Szent László. A többi 11 női szent közül a két legismertebb, Szent Erzsébet és Szent Margit mellett a kevésbé ismert Szent Piroska bizánci császárnéval foglalkozott a csütörtök délelőtt a kecskeméti piarista templomban megrendezett emlékkonferencia. A konferencia előtt szentmisét celebrált Görbe László piarista szerzetes, plébános, prédikációja középpontjába Szent Margit példáját állítva. A misét Fecák László görögkatolikus pap, Farkas István piarista, Lupusz atya, valamint Pék Sándor atya a nagyváradi székesegyház nemrég kinevezett új plébánosa koncelebrálta. Ekkor Piroska a görög Eiréné, azaz Irén nevet kapta. A konferencia elején bemutatták Tokovics Tamás kisfilmjét, majd Lévai Jánosné önkormányzati képviselő, egyházügyi tanácsnok köszöntötte a jelenlévőket. Szent István, a nagy magyarok, az Árpádháziak tanúsága számunkra zsinórmérték, fontos Istenben bízni. Ezen gondolatokkal köszöntöm Önöket, Kecskemét megyei jogúváros önkormányzatának vezetése, távollévő Szemereiné Pataki Klaudia polgármesterasszony, az Értékmegőrzési Bizottság tagjaként, valamint az Alföld Idegenforgalmáért Alapítvány elnökeként Dajcsné Sipos Irén nevében. Kecskemét városa nevében Engert Jakabné alpolgármester köszöntötte a szépszámú érdeklődőt, köztük a határon túlról érkezett vendégeket. Az első előadást Az jut célba, akit csillagok vezetnek címmel Farkas István piarista, Lupusz atya, a Kecskeméti Piarista Iskola egykori nagyhatású igazgatója tartotta, aki Szent Erzsébetet állította könnyen követhető, lelkileg mély előadásának középpontjába. Soltész Miklós, egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár előadásában rámutatott. Jézus Krisztus tanítása és egész viselkedése 2000 év óta az anyák, a nők iránti tiszteletet, szeretetet és megbecsülést tanítja nekünk. Számos újszövetségi történetből csak néhányat kiemelhetek. Szamáriai asszony. Szamáriai asszonnyal, aki úgy eleve egy lenézett népnek volt a tagja, még asszony is, és ezek után, hogy Úr Jézus szóba állt vele, nem csak, hogy szóba állt vele, hanem adott esetben a tanítványaival szemben is megvédte, megszólította, mindez a megbecsülést jelentette. Zsuffa Tünde író, az Esztergom Budapesti Főegyházmegye szóvivője tartotta meg a konferencia legnagyobb ovációval kísért előadását, aki saját Jónási történetéről vallotta Szent Erzsébetről szóló regénye megírása kapcsán. Az Ég tartja a földet című regényem Szent Erzsébetről, az egy ninivei történet, és én vagyok Jónás. Annyira egyértelmű volt, hogy nekem ezt a könyvet meg kell írnom, hiszen véletlenek, illetve a gondviselésnek a hangjának a sorozata ért utol, de mégsem akartam tudomásul venni. És mint tudják, ez a regény megjelent, ebből a regényből musical készült, és hogy milyen érdekes, hogy ez az a történet, amit elkezdett írni egy író, de nem az az író tette le az utolsó pontot, aki elkezdte. A lebilincselő előadásban bepillantást engedett az írói folyamatba, majd a musical színpadra állításába, ebben mások mellett Cseke Péterrel működött együtt, és a darab fiatalok körében elért sikereire az Erkel Színház színpadán. Az Ég tartja a földet, Erzsébet a szerelem szentje című regényt a konferencián meg is lehetett vásárolni. Dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek előadása a nők egyházban betöltött szerepéről szólt. Egy ilyen kimondatlan patriarkális világot élünk még ma is, de ugyanakkor azt is látjuk, hogy Jézus ezt mind megszüntette. Megszüntette azért, mert a nyilvános működése alatt egy zsidó társadalomba hozzá kell tenni, ahol ma is nagyon éles elkülönítése van a zsinagógákban is a nőknek, főként abban az időben a rabbik egészen másként bántak a nőkkel, föloldotta korának a szokásait.
A női papság dogmatikai alapon ki van zárva, húzta alá Bábel Balázs, rámutatva, hogy a szentmise áldozatban a pap Krisztust helyettesíti, tehát csak férfi lehet. Ennek ellenpólusa a Krisztus jegyeseként, azaz nőként szimbolizált egyház, vagy ahogy a magyar nyelv szépen mondja, anyaszent egyház. A keresztségben mindazonáltal mindenki, nők és férfiak egyaránt meg van hívva az egyetemes papságra, hiszen a keresztségben részesülünk Krisztus papi, profétai és pásztori tisztségében. A papság áldozathozatalt jelent, a profétaság Isten nevében szólást, a pásztorság pedig a ránk bízottak egybetartását. Az érseki előadás után dr. Békés József mutatta be Szent Piroska alakját, majd Görbe László piarista plébános beszélt Szent Margit példájáról. A konferencia közös imával és énekléssel zárult.